Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Civil Út Akadémia júniusi második videójára kerül sor, amely meg szeretné könnyíteni egy kicsit azt az Önök számára, hogy milyen típusú képzéseket válasszanak, milyen szenior képzéseket válasszanak 50 év felett, vagy hát vannak Magyarországon olyan képzőrendszerek, ahol 60 év a korhatár. Ehhez tulajdonképpen egy rövid összefoglalót fogok adni, tehát nem térek ki az összes részletre, viszont egy kis fogódzót, egy kis segítséget, egy kis zsinort szeretnék adni az Önök kezébe, amely zsinor mértékként szolgál a különböző képzések elhelyezésénél, megítélésénél egyaránt. Onnan indítom el a történetet, hogy hát én ugye filozófia szakot is végeztem, tehát nem meglepő, hogy az ember nagyon-nagyon-nagyon sok gondolkodó, nagyon-nagyon sokféle ember felfogását olvasta, tanulta, sőt vizsgázott is belőle. Ezek az ember felfogások mind-mind arról nevezetesek, hogy egy-egy vagy több dimenziójára helyezik a hangsúlyt az embernek, nem egyszer egymással is vitában természetesen. Több száz ilyen emberfelfogás van, és hát igazából azt lehet mondani, hogy ezeket az emberfelfogásokat mindig az jellemzi, hogy a lehető legritkábban, vagy szinte egyáltalán nem jellemző rá az ember holisztikus, tehát teljes megközelítése, hanem egy-egy vonatkozást kiemelnek, azt hangsúlyossá tesznek, és tulajdonképpen így szükségképpen a többi háttérbe szorul. Egy kicsit tudományosabb kifejezésre azt is mondhatnám, hogy a bal agyfélteke által motivált konstrukciókat hoznak létre az emberről, miközben az ember két agyféltekével rendelkezik, és ezt felfogjuk, tudjuk, hogy a nagy egységben, az ellentétek feloldásában gondolkodó jobb agyféltekét használva, ezeket az emberképeket akár egymás kiegészítő, egymás komplementer emberképeinek is foghatjuk fel. Hát ugye a legismertebb emberfelfogás talán az összes közül a filozófiában a zoon politikon, amit ugye Arisztotelész fogalmazott meg. Ugye ezt, ha egy kicsit kifejtjük, akkor valami olyasmiről van szó, hogy az ember, vagy ez a létező, ez ugye egy állami közösségben élő, értelmesen beszélő lény, tehát tulajdonképpen egy mentális szinten ragadja meg az embert, egy lelki szinten és egy fizikai szinten, fizikai biológia szinten ragadja meg az embert. Tulajdonképpen ahogyan én gondolkodom az emberről, mint az idős képzés alanyáról, hát ez már majdnem a teljes képet jelenti az ember számára. Ha előre haladunk a filozófia történetben, akkor megemlíthetjük René Descartes-ot, akinek a számára elsődlegesen a gondolkodás, cogito ergo sum, ugye ezt mindannyian ismerjük, volt ugye az ember legfontosabb tulajdonsága, sajátossága, ami emberré tett minket, és minden más dimenzió egy picit hátrébb szorult. Léteznek olyan teológiai alapú gondolkodók, akár Martin Luther, vagy ha még távolabb megyünk, Aquinoi Szent Tamás, vagy ha közelebb megyünk a történet, akkor Hamvas Béla, akik elsősorban az ember teremtettségére, tehát spirituális, isteni meghatározottságára helyezik a hangsúlyt. Ez bevallom, nem áll tőlem távol, sőt nagyon közel áll, hiszen alapvetően azt gondolom, hogy az ember teremtett lény, de hát náluk nyilvánvalóan az ember fizikai valósága talán kevésbé volt lényeges, vagy nem erre esett a hangsúly, inkább így mondanám. Voltak olyan gondolkodók, akik viszont teljes mértékben tagadták, akár a lelki, akár a spirituális meghatározottságot, adott esetben az ember-gép felfogásig is eljutva, ilyen volt például a francia felvilágosodás nagy filozófusa Holbach, vagy ugye az ember csak egy anyag tulajdonképpen, amelynek sorsát nem egy esetben a véletlen határozza meg, ezt mondjuk az első nagy francia materialista Helvétius vagy Marx vallották. Én azt gondolom, hogy ezek az emberképek mind-mind tükör által homályosan látó emberképek, és alapvetően egy nagy-nagy-nagy egymás véleményét egészétevő holisztikus megközelítést érdemes alkalmaznunk a gerontagógia szempontjából is, tehát azt kell mondanunk, hogy az embernek van egy fizikai biológiai valósága, van egy lelki valósága, van egy szellemi mentális valósága, és aki hisz benne, annak van egy spirituális valósága. Na most, hogyha ez így van, akkor nyilvánvalóan az a kérdés, hogy milyen típusú képzéseket kell nekünk választani. Hát ezt onnan tudnám megközelíteni, hogy azt mondom Önöknek,
hogy tulajdonképpen az embernek abban az értelemben van négy immunrendszere, hogyha ezen a négy lelki szinten jól működik, jól funkcionál, vagy négy szinten inkább ezt mondanám, hiszen a lelki szint az egyik szint, tehát ha ezen a négy szinten jól funkcionál, akkor harmonikus élete van. Tehát azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha ennek a holisztikus emberképnek a jegyében azt mondjuk, hogy az időskori szinten tartás vagy javulás tulajdonképpen négy dimenzióban, négy síkon kell, hogy történjen, tehát ha képzést választunk, akkor olyat válasszunk, ami mindegyik síkot figyelembe veszi, vagy akár négy különbözőt, ami kiegészíti egymást. Én nem véletlen, hogy a Milton Friedman Egyetem szenior képzésében például ugye négy kurzus közül választhatnak, vagy négy kurzust választhatnak egy szenior kártyáért a hallgatók, ami azt jelenti, hogy akár mind a négy szintről választhatnak képzést, és akkor valóban egy teljes képzést kapnak, de ez mindenkire rá van bízva, hogy a fizikai képzéseket, a lelki képzéseket, a szellemi vagy a spirituális típusú képzéseket választja. Én azon vagyok, és én ebben a videóban is arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de kenyér nélkül ugye nem él az ember. Tehát az volna a jó gerontoedukáció, amikor mind a négy szintről választunk képzést, és ezt is javaslom önöknek, hogy körülnézvén az országban, amikor képzést választanak majd nyár végén, ősz elején, akkor így válasszák ezeket a képzéseket. Ugye mit jelent a fizikai edukáció? Hát azt jelenti, hogy vagy tanulunk arról, hogy hogyan tartsuk a testünket rendben, tehát fizikai mozgással, étkezéssel, a megfelelő gyógyszerezéssel, vagy pedig mi magunk is végzünk fizikai mozgásokat. Ez nagyon sok minden lehet. Lehet tai chi, lehet jóga, lehet örömtánc, lehet egyensúlytréning, ugye egy kiváló tanítványom, Novák Mária fejlesztett ki egy nagyon speciális egyensúlytréninget, tehát nagyon sok mindent lehet az embernek csinálni, de gyalogolni, futni is lehet nyugodtan, akár szervezett formában. Egy dolog azonban nagyon fontos, hogy mindig legyen egy olyan orvosi kontroll, amely megengedi a számunkra azt a mozgásformát, illetve talán még kiegészítésként azt is el kell mondjam, hogy időskorban már annyit kell mozogni, amennyi jól esik. Tehát ne a Egerszegi Krisztina meg Darnyi Tamás céljait tűzzük ki magunk elé, hanem azt, hogy alapvetően jól érezzük magunkat, és egy jó fizikai kondicionáltságunk legyen. A lelki edukációnál én általában két dologra helyezem a hangsúlyt. Az egyik az, hogy a saját személyes lelki problémáinkat hogyan tudjuk megoldani. Tehát olyan kurzusokat válasszunk, ahol erre esetleg kinyújtott kezet kapunk az oktatótól, vagy a csoporttársainktól, vagy adott esetben mindkettőtől. A másik lehetőség pedig az, hogy, és a másik fontos lelki edukáció, az, hogy hogyan nyerünk energiát a társaságból, a világból, a művészetekből, általában mindenből, ami energiaforrás lehet az ember számára, mert kétségtelen, hogy a lelki energia szintünk, hogy ilyen nagyon misztikusan hangzó, de egyébként nagyon jól mérhető dologra hivatkozzak, az csökken az évek előre haladásával, tehát az embernek kell a feltöltés, kell az, hogy az elemek regenerálódva újra tudjanak működni, úgyhogy nagyon-nagyon fontos ilyen típusú képzésekben is gondolkodni, konfliktuskezelés időskorban, művészetterápia, irodalomterápia, tehát nagyon-nagyon sok ilyen lehetőség van, de akár még csak egy közös művészettörténeti kurzus, ahol beszélgetünk műalkotásokról, és emberi szituációk jutnak eszünkbe, ez is alkalmas lehet az edukáció szempontjából, a lelki szinten tartás vagy javult állapot szempontjából, de természetesen, ha az ember egy gerontopszichológus vagy pszichiáter kurzusára jár, az is nagyon kiváló, és ez is nagyon hasznos lehet az ember lelki edukációja, a szenior edukáció szempontjából. Mit jelent a szellemi edukáció? Hát mondjuk ki a dementálódás súlyos fokának minél későbbi kitolása, elkerülése, az agy szinten tartása. Erről szól a szellemi mentális edukáció. Tehát nagyon fontos, hogy járjunk játékklubba, kártyaklubba, keresztrejtvényklubba, írjunk naplót, vegyünk részt teljesen különféle memória tréningeken, amely memória tréningek során ugye a tanárok megtanítják azokat
azokat a technikákat, amelyekkel ugye az ember képes az agyát szinten tartani, és esetleg olyan területeket is jobban mozgatni, amire nem is gondolt volna. Itt a szellemi edukációnak mindenképpen része kell legyen az, hogy a rövid és hosszú távú memóriát megpróbálom szinten tartani. Erre például a nyelvi képzések rendkívül alkalmasak, és mindenkinek szeretettel ajánlom bármilyen korban azt, hogy a nyelvi képzések azok tulajdonképpen legyenek a lifelong learning részei, mert hogy ez örökké tud egyfajta kondíciót adni az ember számára, és az egyik nyelvet már jól tudom, akkor jöhet a következő, jöhet az another, ahogy az angol mondja, tehát akkor jön a következő, és azon azt kezdjük el tanulni, akár az alapoktól, akár egy kicsit magasabb szintről. A spirituális edukáció pedig az emberben egy belső nyugalmat, harmóniát, a világegyetemmel való békét adja. Ez adódhat egy jogával vagy egy tai chi-val, de adódhat esetleg egy vallástörténet kurzussal, vagy adódhat esetleg egy-egy szent hagyományban való mélyebb elmélyedéssel, annak megismerésével, szakrális helyek felkeresésével. Tehát a spirituális edukáció nagyon sokféle lehet, de akár azt is jelentheti, hogy együtt elkezd egy senior csoport szent könyvet olvasni, akár a Bibliát, akár más szent könyveket. Jó magam ugye keresztényként nyilván elsősorban a Bibliát helyezném az európai, meg a nyugati civilizáció embere számára példaként, de hát van rengeteg olyan testvérünk, akik más hagyományokban mélyednek el, buddhizmusban, mohamedán vallásban, másban. Számukra ez adja a spirituális utat, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a geronto edukáció által egyfajta béke és harmónia legyen a világegyetemmel és a világegyetem teremtőjével. Azt gondolom, hogy ha ezt a négy szintet figyelembe vesszük a képzések választásánál, akkor tudunk igazán teljes geronto edukációról beszélni. Ezen a ponton felvethetik azt a kérdést, hogy kedves tanár úr, értem, négyféle képzés közül kell választanom, és hol az egyikre, hol a másikra, hol a harmadikra helyezem a hangsúlyt, vagy akár mind a négyet egyszerre tanulom, de létezik-e esetleg olyan képzés, amit komplexnek nevezünk, amikor egy képzésben tulajdonképpen mindegyik jelen van. Örömmel mondom, hogy egyértelműen igen. Egyértelműen igen. Ilyenek például, hogy csak egy példát mondjak önöknek, a tánc, azon belül is főleg a néptánc, tehát amikor hagyományokat követünk, nem véletlenül mondható el, hogy a senior néptánc csoportok Magyarországon is, ha az átlag egészségi szintjüket megnézzük, akkor az messze magasabb, mint az átlag velük egyidős emberé. Miről is van szó? Arról van szó, hogy van egy nagyon jó fizikai edukáció, hiszen folyamatosan mozogni kell, új és új tánc részeket megtanulva, új és új produkciókat elsajátítva. Van egy lelki edukáció szintje, mert egy remek közösséget alkotnak, és egymásra tánc közben is nagyon kell figyelni, tehát ennek a közösségnek szervesen is jól kell működnie a tánc során. Van egy szellemi edukáció, mert azt mondják, hogy aki táncol, hát én nagyon gyengén táncolok, de nagy szeretettel nézem azokat, akik ezt teszik. Hát ott természetesen gondolkodni kell azon, hogy merre lépek, merre állok, hogy állok a másik emberhez képest, stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon remek mozgás, és természetesen a népi hagyomány és a népi hagyomány világképe belehelyez minket egy spirituális univerzumba, amely évszázadok óta megvan, amelynek évszázadok óta változatlanok az alapelvei. Jelen esetben a néptánc esetén ugye egy keresztény vagy keresztjén magyar gondolkodás, hagyomány, alapelvrendszer vesz minket körül. Tehát ez a fajta univerzum az élet minden szintjén nyugalmat, békét és harmóniát adhat az ember számára. Rengeteg más ilyen komplex edukáció van, hiszen egy jó jogatanárral ugye megismerjük a jóga filozófiát, elhelyez minket a világ spirituális rendszerében, erősíti az agyat azokkal a szövegrészekkel, amelyeket együtt gyakorolunk, megbeszélünk adott esetben, hiszen a jóga nem pusztán csak a testi gyakorlása, hanem a szellemi is természetesen. Egy nagyon jó lelki közösséget ad, és természetesen fizikailag jól karbantart minket, sőt a jóga során minden szintjén a jogának az ember nagyon jól meg tudja tanulni a helyes levegővételt. Ugyanígy egy komplex idős képzés a Kínában minden nagyvárosban az utcán tanulmányozható időskori tai chi, mert a tai chi is egy fizikai, lelki, szellemi és spirituális tananyag, ha tetszik, de hát ugye ez nem túl jó szó, mert az mindjárt valami fajta didaxist is hoz magával. Itt viszont egy spirituális filozófiáról, egy elmélyedésről van szó, amely által az ember a fizikai, a lelki,
lelki, a szellemi és a spirituális szinten egyaránt harmóniába tud kerülni önmagával, és egyaránt harmóniába tud kerülni a világgal. Úgyhogy szeretném önöket arra inspirálni, hogy amikor nyár végén ősszel képzéseket választanak, akkor arra figyeljenek, hogy mindenképpen járjanak fizikaira, lelkire, szellemire, spirituálisra, vagy esetleg valamelyik komplex változatára ennek, és ne hagyják azt, hogy csak szellemileg edukálják saját magukat, mert vagy önöket, ugye, mert hogy testünk is van. De az sem jó megoldás, ha csak táncra járok, ha csak tornára járok, mert az embernek van agya és szelleme, és nagyon könnyen le lehet épülni az ember gondolkodásában, akár a demencia szintjére is, hogyha az agyamat nem fejlesztem, az agyamat nem gyakorlom, és nem tartom karban. Tehát az igazi gerontoedukáció az az élet mind a négy szintjét figyelembe veszi. Hát másfelől egy másik videómban erről beszéltem, mind a bal, mind a jobb agyféltekét ugye aktívan tartja, tehát nem dőlünk be azoknak a filozófusoknak, akik egy-egy gondolatra, egy-egy témára szűkítik le ugye az embernek a létezését, hanem a holisztikus szemlélet jegyében azt mondjuk, hogy a jó gerontoedukáció az élet mind a négy szintjét figyelembe veszi, a fizikait, a lelkit, a szellemit és a spirituálist egyaránt. No hát, hogy ezt gyakorolják, és ezek által mind a négy rendszerben szinten tartsák magukat, ehhez kívánok önöknek minden erőt, és sok energiát hozzá, és sok energiát nyerjenek ezekből a képzésekből. Ha a képzéseket illetően konkrét segítségre, tanácsra kíváncsiak, akkor a videó alján ott található az e-mail címe, írjanak nyugodtan, tanár úr, milyen típusú képzést javasol, milyen típusú képzést nem javasol, ezek nagyon szívesen válaszolok, és egyszer s mind fel szeretném hívni az önök figyelmét arra, hogy tekintsék meg az odaadó.hu oldalon található odaadó portált, amelynél mindenféle tudástárak, videótárak rendelkezésre állnak, így is lehet tanulni, illetve ami még nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy nézzék meg az odaadó.hu oldalon azt az adatbázist, amelyben szakmai segítséget nyújtanak az élet mindennapjaiban olyan vállalkozók, cégek, akik ingyen jöttek erre az oldalra, és ingyen jönnek a önök is erre az oldalra, tehát az odaadó oldal kapcsolja össze önöket egymással. No hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattak az előadás szelleméhez illeszkedően azt mondhatom, hogy a Jóisten áldjon meg mindenkit, és mindenkinek kívánok nagyon sikeres, nagyon eredményes 50 feletti tanulást is, mert never too late, sohasem késő, sem elkezdeni, sem tanulni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, a viszontlátásra is találkozunk a különböző senior képzéseken, illetve a Civil Út Akadémia júliusi videóinál, amelyek szintén nem sokára felkerülnek majd a portára. Köszönöm szépen!